Egy hangulatos magyar városban egy fiatal lány, Lili, mindössze 6 éves, a foci iránti szenvedélye minden gyors rúgáson és lendületes labdaüldözésen átragyogott. Lili lófarokba kötött szőke hajával órákon át labdába rúgott a hátsó udvarában, egyedülálló anyja és jól nevelt nagymamája vigyázó szemei alatt. Lili édesanyja, bár fiatal és kevésbé volt tapasztalt a szülői nevelésben, mélyen szerette a lányát, de gyakran bizonytalannak találta, hogyan lehet a legjobban ápolni Lili bimbózó tehetségét. Lili nagymamája, egy nyugdíjas orvos, akinek rengeteg tapasztalata van saját gyermekei nevelésében, lépett be, hogy pótolja a hiányosságokat. Lili, aki szenvedélyesen rajong a fociért, és egy ugyanilyen lelkes nagymama is támogatja őt, arról álmodott, hogy ne csak szórakozásból, hanem hazája érdekében is játszon a FIFA női világbajnokságon. A mindössze 6 éves Lili nem csak tehetséggel, hanem tiszta jövőképével is megajándékozott, Magyarország bajnoka akart lenni. Éles elméjével és egy életen át tartó bölcsességével a nagymama félelmetes alak volt Lili életében. Látva a gyermeknevelés buktatóit és csúcsait, elhatározta, hogy tudását felhasználva segít Lilinek a lehető legjobban fejlődni. Elkötelezett volt amellett, hogy ápolja ezt a potenciált, ismerve azt a fegyelmet és elhivatottságot, amely szükséges az ilyen magasztos célok eléréséhez. A nagymama az emberi fiziológia mélyreható ismereteit felhasználva olyan edzéstervet állított össze, amely egyensúlyba hozta a szigorú fizikai edzést a kognitív fejlődéssel, biztosítva, hogy Lili oktatása ne kerüljön háttérbe. A nagymama egy fedél alatt élt Lili játékidejét olyan leckékkel, amelyek túlmutattak a futballpályán. Elmagyarázta a labdadinamika tudományát, valamint a stratégia és a csapatmunka fontosságát, minden játékot tanulási lehetőséggé változtatva. Ahogy Lili nőtt, úgy fejlődtek a képességei és az ambíciói. Napjai gyakorlatokkal teltek, ahol elsajátította a labdakontrollt, a stratégiát és az állóképességet. De Lili vezetése és sportszerűsége a Lili foci napján az általa és nagymamájával kezdeményezett közösségi rendezvényen ragyogott fel fényesen. Ez az esemény, amely abból a vágyból született, hogy minden gyereknek lehetősége legyen játszani, tápláló terelet Lili befogadó és csapatmunka szellemének. Minden egyes rúgás és gól a helyi pályákon egy lépés volt az álma felé, és ahogy feljutott a helyi ifjúsági bajnokságokba, ígéretes fiatal tehetség híre tovább terjedt. A nagymama mindig ott volt, álhatatos jelenléte a bölcsesség és a bátorítás állandó forrása. Irányítása alatt Lili megtanulta kezelni a győzelmeket és a veszteségeket is, és mindegyiket ugródeszkaként használta a magasabb magasságok felé. A fordulópont akkor következett be, amikor Lilit az egyik meccsén becserkészte egy válogatott utánpótlás edző. Ügyességétől és elszántságától lenyűgözött edzőtáborba hívta a magyar utánpótlás válogatottba. Lili számára ez egy valóra vált álom volt, de csak a világszínpad felé vezető utazásának kezdete. A válogatottal edzett Lili képességei elit szintre csiszolódtak, és elmélyült a játék megértése. A nagymamája, bár most a pálya széléről figyelte, továbbra is döntő szerepet játszott az edzéseiben, a táplálkozásra, a mentális erőllétre és a felépülésre összpontosítva ezek a kulcsfontosságú szempontok, amelyek Lilit az intenzív nemzetközi versenyeken keresztül is fenntarthatják. Mivel Lili célja, hogy bebiztosítsa helyét a magyar válogatottban a közelgő női labdarúgó világbajnokságon, a célja egyértelmű, hazahozni a bajnokságot. Útja a kisváros helyi pályáitól a nemzetközi futball potenciális csúcsaig bizonyítja az álmok erejét, amelyet megingathatatlan családi elhivatottság és egy fiatal lány ambíciói mögött összefogó közösség támogat. Lili története, futballálmai és a nagymamájától kapott mélységes támogatás egyszerre szívmelengető és inspiráló. Egy olyan elem hozzáadása, amely kiemeli, hogy egyetlen családtag vagy mentor hogyan tud jelentős hatással lenni a gyermek jövőjére, elmélyíteni Lili történetének érzelmi rezonanciáját.
Édesanyja kezdeti küzdelme az egyedülálló szülői lét követelményeivel és viszonylagos fiatalságával szembeállíthatja és felemelheti a nagymama szerepét, mint Lili életében a legfontosabb mentor és vezérlő erő. Lili édesanyja, Lilihez fűződő reményei és saját bizonytalanságai az egyedüli gyerekneveléssel kapcsolatban. Mutasd meg növekedési és tanulási útját Lilivel együtt, a nagymama bölcsessége által. A nagymama szándékos erőfeszítései, hogy ne csak a futballkészségeket sajátítsák el, hanem életleckéket is, a rugalmasságot, az etikát és a közösségi szerepvállalást. Orvosi szerepét lehetne kiemelni, hogy bemutassa a holisztikus fejlődéshez való hozzáállását, a testi, lelki és érzelmi egészséget ötvözi. Ahogy Lili halad előre, tegye világossá, hogy eredményei nem csak saját elhivatottságáról tanúskodnak, hanem a nagymama és édesanyja fejlődő megértésének és támogatásának, valamint a szélesebb közösség támogatásának is. Végül, a gyermekben rejlő potenciál teljes mértékben kiaknázható egyetlen elkötelezett mentor támogatásával, legyen az családtag vagy közösségi önkéntes. Ez a téma összecseng azzal a gondolattal, hogy egy gyermek felneveléséhez falura van szükség, és néha egy vagy néhány elkötelezett ember erejében is megtalálható az a falu. Ezt a tartalmat azért hoztam létre, hogy bátorítsam Lilit, miközben a Magyarországon élő különleges barátaimra, Lire, édesanyjára, gyönyörű nagymamájára és csodálatos dédnagymamájára gondolok. Mindenkit TAMOG-éatlak és szeretlek! Bölcs dél-koreai mama tisztelettel.